Többek között a huszárok korabeli öltözetét és kellékeit kellett felsorolni a fiataloknak. Ebben a feladatban a Zalai 47. Honvéd zászlóalj hagyományőrzői nyújtottak segítséget. Ők a diákok között masírozva mutatták be az egyenruhákat. Idén több évfordulóhoz kapcsolódó feladatkört érintettek. Körbelüli a reformkor kiemelkedő jeles eseményeit, hőseit, kiemelkedő zalai alakjait, illetve az országos esemény sorra is kitekint, ami Pest-Budán, Debrecenben történt eseményeket érinti. Kvíz, totó, képes feladatok, illetve két kiemelt témánk is van, kapcsolódva az idei emlékévekhez, Petőfi születése, munkássága, jelentősége, illetve Kölcsey himnuszának a keletkezés története, mondani valója, jelentősége került felelevenítésre. A történelem kedvelő fiatalok szabadidejükben is sokat készültek a megmérettetésre. A lovászi iskola csapata a helyi könyvtárban tanult együtt. Sokat készültünk arra, hogy a huszárok egyenruhája, hogy néz ki a lovuk, bár az nem volt most a feladatok közt, és hát a költők életéből, hogy hol születtek, a családjukról, meg ilyenek. A közel 30 éves program népszerű az iskolákban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az általános iskolások és tanáraik körében fontos és hasznos ez az évtizedek óta megtartott rendezvény. Töretlenül őrizzük a hagyományokat, és minden évben nagyon nagy sikerrel rendezzük meg a programot. Az elmúlt két évben ugye rendhagyóan online módon tudtuk, de akkor sem hagytuk el, hiszen fontosnak tartottuk, hogy ez a korosztály sem maradjon ki a vetélkedőből, és így két év kihagyás után most ismét sikerült kontakt vetélkedőt rendeznünk. A háromtagú zsűri 7 feladat alapján rangsorolta a versenyzőket. Az egyes feladattípusokra 10-10 percet kaptak a résztvevők.